Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a televízió képernyőin keresztül is, és remélem, hogy mai alkalmunk is kedves mindannyiukat jó egészségben találja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Forduljunk Isten felé, imádkozzunk hozzá. Egy régi imádságot hoztam erre az alkalomra, ahogyan az őseink imádkoztak a járvány idején, így imádkozzunk most mi is. Teremtő Isten, mindenható Atyánk, esedezve kérjük a Te segítségedet e járvány idején, mely kifürkészhetetlen akaratodból most reánk köszöntött. A föld poráig megalázva magunkat, megismerjük és megvalljuk, hogy mi veszendő bűnösök vagyunk, méltók a Te haragodra. Most bánsz velünk érdemünk szerint, s nem akkor, amikor életünk elmúlt szakaszán boldog napokat szereztél nekünk, mit megtérésre használhattunk volna kegyelmi időként. Szánjuk és bánjuk, hogy nem éltünk-e drága alkalommal. Megcsúfoltuk a Te hosszú tűrésedet, és felgerjesztetted alvó haragodat. Könyörülj rajtunk, hogy el ne vesszünk. Irgalomnak és kegyelemnek kiapadhatatlan forrása, örök szeretetnek Istene, elégeld meg a mi próbáltatásunk idejét, és távoztasd el fejünk felől a Te ostorodat. Mutasd meg irgalmasságodat azokkal, akiket szent kezed sújtott. Hallgasd meg könyörgésünket és fohászkodásunkat. A próbát fordítsd üdvösségünkre, míg nem rajtunk is betelik a Te drága igéd, hogy akik Téged szeretnek, minden az ő javukra van. Engedd, hogy meglássunk Téged, mint a hatalmas szabadító Istent, lássuk a Te jó szándékodat, gyógyításodat, és engedd, hogy testünket és lelkünket egyedül Neked szenteljük a Te dicsőségedre. Amen. Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első fejezetből, a harmadiktól a hetedikig terjedő versekből. Hálát adok Istenemnek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loízban és édesanyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. Amen. A régiek, amikor a világban dúló eseményekről gondolkodtak,
És amikor látták mindannak a folyamát, amiben életük zajlik, és megtapasztalták a nehezeket, a betegséget, megtapasztalták a nyomorúságnak az idejét, három dolgot különböztettek meg. Az egyiket úgy hívták, hogy kísértés. A kísértésnek az a jellegzetessége, hogy mindig valahogyan úgy támad fel az ember ellen, hogy az lenne a célja, hogy az ember elessen, elbukjon, hogy kevésnek bizonyuljon. Ez nem próbatétel, amelyből az ember megerősödve jön ki, hanem a bukásnak a lehetősége. Így kísérti meg a sátán a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy adja föl az Istennel való közösségét és teljességét. Aztán arról is beszéltek a régiek, hogy vannak olyan dolgok, amelyek csapásként jelennek meg az ember életében. Ilyet is ismerünk a Szentírásból. A 10 csapás története. Ahol minden megtörténik, és mindazoknak, akiknek az élete nem kapcsolódik valamilyen formában Istenhez, úgy élik meg, hogy egyre keményebb lesz a szívük. Először saját maguk keményítik meg a szívüket, utána pedig Isten is megerősíti ezt. A csapások idején szoktuk azt kérdezni, hol van az Isten? Hol van a te Istened? Sőt, nem csak így fogalmazunk, hogy keressük őt, hanem gyakran átkozzuk is őt. Ennek pedig az az egyszerű kijelentése, hogyha csapás van az életünkben, akkor elveszünk. Mindazt, ami körülvesz bennünket, én a régiek megfogalmazása szerint inkább próbának gondolom. Olyan próbának, amelyben számíthatunk az Istennel, olyan próbának, amely megerősítésünket szolgálja. Olyan próbának, amelyben van helye és ideje az imádságnak, az önfegyelemnek, és van helye a reménységnek. Erről beszél ez a történet. Ezt olvastam a Szentírásból. A próbák alatt lévő bizonságtétel lehetőségéről. Mert amikor az ember úgy érzi egészen személyesen, hogy szorong, hogy elfogy körülötte és elfogy mellőle a levegő és a tér, akkor az evangélium mégis segítségé lehet számára. Mi úgy gondoljuk sokszor a Bibliának az eseményei, történéseit, hogy azok valamilyen semleges térben történnek. Régen is voltak ezek a történetek, nem is nagyon értjük annak a kornak az emberét, szokását és gondolkodását. Mit mondhat egy több ezer éves szöveg, írás a ma emberének? Ókori bölcselet? Vagy az Isten igéje? Mai igénynek a hátterében azt olvassuk és azt tanulhatjuk meg, hogy Pál apostol börtönben van. De a börtön a korabeli szokások szerint nem ugyanazt jelentette, mint ma. A börtön nem az ítélet végrehajtásának az eszköze volt, hogy valaki valami rosszat követett el, és éppen ezért őt néhány hónapra, néhány évre bezárták, és hogyha majd letöltötte a büntetését, akkor kiengedték. A börtön büntetést mindig a szabadság
vesztéssel azonosították. Azaz, még nem volt ítélet. Valakit kizártak a környezetéből azért, hogy meghozzák az ítéletet felette. Nem a börtön volt önmagában a büntetés. Csak a büntetésre való várakozás idejére került ide a gyanúsított. Éppen ezért ez nagyon sok és nagyon széles spektrumban működött. Volt, akit pincebörtönbe zártak, de volt, akit egészen könnyű házi őrizetbe vettek. De ami biztos volt, az, hogy akit így börtönöztek be, az kikerült a társadalomból. Mi most nem börtönben vagyunk. Mégis nagyon sokan, nagyon helyesen megfogadják az egyszerű mondatot, hogy otthon kell maradnunk. És persze vannak viccek és humoros helyzetek is, arra vonatkozóan, hogy hogyan s miként lesz az embereknek sorsa és dolga. Gyakran gúnyt is űzünk abból, ami körbevesz bennünket. Mások fittyet hánynak arra a szabályra, hogy otthon kellene maradniuk. De amikor otthon vagyunk, amikor becsukjuk magunk mögött az ajtót, azt látjuk, hogy minden kapcsolat felértékelődik. Minden, ami korábban természetes volt, most ajándékká válik. Pál apostol egy ilyen belső bezártságból, karanténból, börtönből írja ezeket a sorokat. Számára nagyon fontos a testvéri közösség, nagyon fontos a baráti szó. Éppen ezért, hogyha valaki olvassa mondjuk azokat a leveleket, amelyeket ő egyes személynek írt, mondjuk Filemonnak írt levelet, abban azt olvassuk, hogy meglátogatja a börtönben egy Onéziforosz nevű ember. És hogy milyen nagy örömöt jelent Pálnak ez a látogatás. De ugyanilyen fontos neki ifjú szolgatársa, Timóteus is, akinek ezek a sorok szólnak. Így hallottuk, így olvastuk ezeket a sorokat. Pál apostol az ő ifjú tanítványát fiamnak nevezi. Mert a keresztény ember számára a testvéri közösség, a barátság az olyan, mint a család. És nagyon nehéz, bár rendkívüli alkalom az, hogy a televízió kameráin keresztül találkozhatunk egy istentiszteleten, vagy egy rádiós csatornán keresztül, de mi is így érezzük magunkat, lelkipásztorok, akiknek hiányzik a közösség. Ott van mellettünk a mi családunk, hálásak vagyunk érte, szeretjük is a reánk bízottakat, de hiányzik a gyülekezet közössége. Pál azt mondja a távolban lévő ifjú szolgatársának, fiam. És amikor ezeket a szavakat én is kimondom most itt a kamera képernyőjén keresztül, eszembe jut két fiú gyermekemnek a konfirmációja. Sokan emlékeznek erre a gyülekezetből. Azok a pillanatok, amikor a lelkipásztornak fel kell emelni a kezét, áldásra emelt kézzel odaáll az ifjak, vagy éppen felnőttek elé, és egy-egy bibliai igével bocsátja el őket a konfirmáló urvacsorai közösségbe. Ott állt előttem két fiam. A nagyobbiknak, amikor áldásra emeltem a kezemet, akkor ezt az igét mondtam, ugyanúgy a Timóteusi levélből. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.
És miközben ezeket a szavakat mondtam, a kezem egyre súlyosabb lett, nem is tudtam tartani, a könny összeszokott a szemembe, összefutott a szemembe, mint most egy picit, és rá telepedett a kezem az áldásra emelt kéz a fiam vállára, és együtt sírtunk a gyülekezettel. És ugyanígy volt Andrásnál is, a középső gyermekünknél, te pedig, fiam, ismerd meg atyád, Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálod, de ha elhagyod őt, akkor végleg félreállít téged. Ilyen bensőséges, ilyen mélységes az Istennel való kapcsolat. Az ember úgy érzi, hogy számára minden, ami emberi és isteni kapcsolatot jelent, felértékelődik. Azt hiszem, hogy ezekben a napokban érezzük igazán azt, hogy mindaz, amiben vagyunk, az nem velünk kezdődött, és nem is velünk fog befejeződni. Pedig milyen hamar megfeledkezünk arról, hogy voltak, akik mindazt, amiben vagyunk, már átélték. Milyen könnyen elfelejtjük azt, hogy nagyszüleink, dédszüleink a történelemnek élő illusztrációi. És nem csak azért fontos ez, mert ők átélték a nehezeket, háborút, vészt, betegséget, tudják, milyen a fájdalom, és tudják, milyen a nélkülözés, hanem abban az értelemben is igaz ez, hogy tudják, milyen a megmaradás, milyen a kitartás. Gondold végig, hogyha kimész a kertedbe, és ránézel egy gyümölcsfára, vagy egy szőlőre, kiültette azt. Lehet, hogy ott van a te otthonodban, amit apád vagy nagyapád ültetett, akkor, amikor születtél. Nem veled kezdődött minden. És egészen bizonyos, hogy hálásaknak kell lennünk azoknak, akik értünk tettek, értünk gondolkodtak, akik bennünket tanítottak. De a Szentírás arról is beszél, hogy nem csak a hétköznapi életben voltak előttünk, akik tettek, hanem a hitben való járás sem velünk kezdődik, hanem Isten már a világ teremtésekor, az emberi történelem kezdetén kijelentette önmagát, megmutatta az ő nagyságát. Már a legelső időkben is voltak emberek, akik Isten akaratát igyekeztek megérteni, és neki tetsző módon élni. Azok a történetek a Szentírás elejéről, amiket átlapozunk, nemzetség táblázatoknak hívjuk őket, mégiscsak arról beszélnek, hogy voltak, akik Istennel jártak, és megmenekültek, mint Noé az özönvíz idején, mint Ábrahám, aki meghallotta Istennek hívó szavát, és engedelmeskedett neki, pedig nem tudta, hogy hova megy. A zsidókhoz írott levélben, a 11. fejezetben pedig kifejezett felsorolását olvassuk annak, hogy kik a hitnek a példái. Erősítsenek ők ezekben a helyzetekben, hogy igenis lehet Istennel járni, lehet Istennek engedelmeskedni. Pál apostol ilyen példát hoz ifjú Timóteusnak is. Emlékezteti őt arra, hogy járjon Isten útján, szolgáljon neki teljes szívvel, képmutatás nélkül, de ez a hit már ott volt az ő anyjában, és ott volt az ő nagyanyjában is. És ez bátorítson benneteket is arra, hogy induljatok el a hitnek útján. Tudjátok,
Már a bibliás időkben is nagy kísértése volt az embernek, a második, harmadik és negyedik generációnak, hogy megpróbálta lemásolni az őseinek a dolgát, cselekedetét, de valahogyan mégis megkopott ez. Nem lehet pusztán a dédszülők hitéből élni, hanem az ő példájuk alapján be lehet kapcsolódni. Istennel lehet járni. Tanulhatunk tőlük. Tanulhatunk abból, hogyha valaki el is bukott, ha valaki el is hagyta az élő Istennek a kegyelmét és szeretetét, ha valaki el is hagyta az élő Istent, most fel lehet állni. Most el lehet indulni ezen az úton. Éppen ezért ennek az igének vannak még egyszerű felszorításai. Furcsa katonás rendet élünk, de ez az ige is ilyen felszorításokról beszél. Gerjeszt fel, vagy támaszt fel, ahogyan hallottuk, mindazt, amit az Istentől kaptál. Támaszt fel, kezd el olvasni a Szentírást. Kezd el hallgatni az ő igéjét, kezdjél el hozzá imádkozni. Tanulj imádságokat. Borulj le személyesen az élő Isten elé. Mert a hit, amit örököltünk, olyanná lehet, mint a hamu alatt szunnyadó tűz. Még ott van benne a meleg, ott van benne az emlék, de ott van benne a tűz lehetősége is. De fel kell szítani, fel kell lobbantani. Ne engedd a nehéz időkben ezt kialudni. Ezért mondja ez az ige, mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostol világosan tudja az ifjú szolgatársnak, és még egyszer mondom, a börtönből, a szorult helyzetből így bátorítja az övét, a családját, a szeretteit. Ne félj! Ne rettegj! Az apostol pontosan tudja azt, hogy semmi sem növekszik olyan gyorsan ebben a világban, mint a félelemnek a híre, vagy a félelemnek a szelleme. Olyan sok helyzetben megtapasztaljuk mindezt, amikor vizsgákra készülünk, amikor betegekké leszünk, amikor félünk a másik embertől, mint hogyha a mai időket idézni ez. Ne hagyd, hogy irányítson a félelem. Ne hagyd, hogy uraljon a félelemnek lelke. Ne szégyeld a te hitedet. Vald meg bátran. Nem akarom én minden tekintetben a félelmet negatívan értékelni, bizonnyal jó is. Bizonyos értelemben a biológia erről beszél, növeli az éberséget, a működési készséget, a sebességet, a kitartást erről. Sokat hallunk most a televízióban, pszichológusok is mondják. De a félelem az embert pánikossá is tudja tenni. Nyugtalanná teszi. És azt mondja Isten igéje, hogy ez nem Istentől származik. És az az apostol tanít így Istenről, akinek minden oka megvolna a félelemre, aki az ítélet előtt van a börtönben, aki tudja, hogy az ő saját helyzete nem rózsás, de a hite bizalmat ad neki. Isten neked is bizalmat ad. Nem kell félned. Ne féljetek. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek a lelkét.
Egy olyan görög szó szerepel itt a Szentírásban, amit nagyon gyakran használunk és mondunk. Ez a dinamika szó, a dynamis szó. Benne van a hatalom, benne van a mozgás, benne van az erő. Isten lelke ugyanis motiválja az embert. Dinamizálja az embert. Lesz gondolkodásod, fantáziád, ötleted. Képességed, hogy tégy valamit. Ilyen az Isten lelke. A legnehezebb órákban, a legnagyobb problémák közepette új lehetőségeket ad, hogy ezt felfedezd. A félelem, a környezeti katasztrófák, a járvány holpontján lévő világban Isten valami egészen váratlant készít, azért, hogy megmutassa önmagát. Isten lelke, az erő lelke, valami egészen furcsa fordulatot ad. Jézusnak a példázatai erről szólnak. A tékozó fiú történetében is azt olvassuk, hogy egy fiú oda csap az asztalra, kikéri a vagyonát, elmegy idegen vidékre, aztán jönnek olyan órák, jönnek olyan napok, amire nem számít, beborul felette jelképesen a felhő, és akkor azt gondolja, hogy visszamegy az ő otthonába szolgának. De az erőnek a lelke az apát arra indítja, hogy ne szolgának fogadja vissza, ne béresnek, ne fizetetnek, hanem fiúnak, gyermeknek. Semmi oka nem volna az apának, hogy így fogadja vissza az ő gyermekét, ha nem Isten lelke munkálkodik benne. És amikor a fiú visszatér, akkor nem feddést kap, hanem ünnepi vacsorát készít neki az apa. Vagy ilyen váratlan fordulat Jézusnak az a példázata, amikor a gazda munkásokat hív az ő szőlőjébe, és különböző időkben hívja ezeket a munkásokat, és amikor eljön az este, eljön a fizetésnek az ideje, akkor mindenkinek ugyanannyit ad. De senki nem ért, hogy miért. És Isten mégis így gondolkodik, ugyanannyit ad, új lehetőséget, új dimenziót ad ennek a világnak. Vagy ott van Lukács evangéliumában az irgalmas samaritánus története, amikor valakit megvernek rablók az úton, és elhagyja őt a pap, a templomszolga, a lévita, és oda jön egy idegen, egy samáriai, az pedig felveszi, a szamarára teszi, egy fogadóba viszi, és fizet a fogadósnak annyit, hogy felépüljön az illető. Ez a váratlan fordulat benne, ez az erőnek, a dünamisznak a lelke, nem a megszokottság, hanem valami új történik. Fedezd fel azt a lehetőséget, amit Isten ad ebben az igében. Mert az erő lelke megtart téged, és megújít. A próféta így beszél erről az Ószövetségben. Hát nem tudod, hát nem hallottad, örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Isten így közelít hozzád az ő lelkével. Van egy történet a Bibliában, amikor Jézus megint egy példát mond a kérő vendégnek a példáját, aki kenyeret kér, és Jézus utána hozzáteszi, hogy hát, hogyha az ember kenyeret ad a hozzáforduló kérőnek, akkor
az Atya mennyivel inkább ad szent lelket azoknak, akik ezt tőle kérik. Hát töltekezz Istennel naponként, és kérd az ő lelkét. És azt is elmondja itt a Szentírásban az apostol, hogy ez a lélek, Isten szent lelke, az erő lelke mellett a szeretetnek a lelke. Mert Isten lelke és az ő lelkének az ereje egyértelműen a szeretet irányába mutat. Az élet csak is a szeretettel lesz teljes. És a léleknek legnagyobb lehetősége az, hogy kivesz a félelem útjáról, és megoldást ad a mindennapokban. Megjelenik benne a szeretet ereje. János apostol, tanítvány, evangélista, apostoli levelében így ír: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Arra bátorít a bezártságban lévő apostol, hogy ismerjük meg a szeretetnek lelkét. Mert az inségben is létezik a szeretet. Isten nem múlt el. Örökké való. Emeljétek fel fejeteket, és lássátok meg azt, hogy Isten mit tett, értetek. Feljebb kell emelkednünk, mint a hírek, a híradó. Feljebb kell emelkednünk, mint a félelem, hogy meglássuk. Isten úgy szeretett téged, hogy egyszülött fiát adta, érted? Jézus Krisztusban jelent meg Isten szeretete. Jézus Krisztusban, aki meghalt, aki feltámadott, aki szenvedett, aki tudja, milyen a betegség, tudja, milyen a nyomorúság, tudja, milyen a fájdalom, abban a Krisztusban mutatta meg Isten az ő irgalmát és szeretetét. Figyeljetek! Mert Isten nem a félelemnek lelkét adta, hanem a szeretetnek lelkét. Isten szeretetével ma is lehet találkozni. Olyan drámai volt, ahogyan a televízióban egy tudós professzor világhírű neurológusnak a bizonságtételét hallottuk. Csókai professzorról van szó. Mélyen hívő, római katolikus ember. És amikor kérdezték a félelemről, az aggódásról, akkor azt mondta, ő is nevetett azon, hogy
ez milyen hatalmas erő egészen addig, amíg meg nem látta az ő fiú gyermekét, ha jól emlékszem, tizedik születésnapján halva. És meg nem hallotta szinte mindent megrázóan a sátánnak a kacaját, ahogyan a hívő emberre tekint. És mégis olyan bátorsággal mondta az orvos professzor, Istenben, Jézusban van a szeretet. És azt hiszem, hogy ezekben az órákban, ezekben a napokban adódik még az a kérdés is, hogy hogyan tapasztalható és hogyan látható meg Isten szeretete. Hát úgy, hogy akik Isten szeretetéből élnek, azok egymást is szeretik. Ahogyan Jézus Krisztus megjelent az általunk képviselt világban, és ott reménységet és gyógyulást hozott, hiszem, hogy mi, keresztény emberek is így szólhatunk a másik emberhez, családtagjainkhoz. Így szólhatunk azokhoz, akik távol vannak telefonon. Így kiálthatunk át a kerítésen a szeretet és a reménység embereként. Mert ha Isten szeretete ezen a mai napon túl tudna mutatni a stúdiónak a falain, vagy a templom falain, akkor lenne reménysége mindenkinek ebben a világban. Lenne reménysége azoknak, akik félnek a betegségtől, vagy megfertőzöttek, akik harcolnak, küzdenek az élet minden területén, orvosként, ápolóként, tudósként, döntéshozóként, vagy éppen az élelmiszeriparban, a postán, és ki tudja még hány és hány területen azért, hogy nekünk legyen életünk. Hát, döntsük le ezeket a lelki falakat. Adjunk reménységet a becsapottaknak, a kisemmizetteknek, akik hűtlenné lettek. Adjunk reménységet ennek a világnak. Ha egymást szeretjük, betöltjük a mi küldetésünket. És végül arról is kell szólni, amit az apostol itt mond. Nem csak az erőnek lelke a miénk, nem csak a szeretet lelke, hanem a józanság lelke is. Figyelnünk kell erre. Arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy két lábbal álljunk a földön, és közben reménységgel tekintsünk előre. Ezt jelenti a józanság. Hogy értjük, megértjük, tudjuk, és elfogadjuk azt, ami körülvesz bennünket. De közben pedig tudunk hinni és remélni, előre tekinteni. Nem álmodozunk, nem rajongunk, és nem túlzunk. Nagy kísértések ezek, hogy álomképeket fessünk, hogy valami fajta szent rajongást legyen most újra rajtunk, vagy a túlzásnak a kétségébe esünk. Pál apostol a próbák idején azt mondja, hogy a józanság az nem enged semmiféle csábításnak. Nem enged semmi olyannak, ami megingathatná hűségünket, megingathatná a mi hitünket. A józan ember tudja, hogy élete Isten kezében van. Amikor a héten régi könyveket vettem a kezembe, és azt az imádságos könyvet is, amelyből az alkalom elején felolvastam az imát,
kihullott belőle egy könyvjelző. Egy kéz, és benne pedig egy gyermek. Összesimulnak. Légy, maradj az ő gyermeke Isten kezében. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te igéddel bátorítasz bennünket. Engedd, hogy felgerjesszük a Te lelkednek tüzét. Engedd, hogy megismerjünk Téged most egyre jobban. Engedd, Urunk, hogy meglássuk saját magunkat is. Bűneinkért bocsánatot kérjünk, és életünket a Te kezedbe helyezzük. Taníts minket, Urunk, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedőkért, a magányosokért, a betegekért. Vezesd őket a benned vetett bizalomra. Vigasztald meg őket, és enyhítsd minden fájdalmukat. Különösen is könyörgünk, Urunk, azokért a betegekért, akik oltalmadat várják és hozzád imádkoznak. Légy az ő gyógyítójuk, jóságod és bölcsességed járja át őket. S légy, Urunk, minden emberrel ezen a világon. Erősíts meg bennünket, erősítsd meg a mi hitünket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ezekben a nehéz órákban, napokban is szenvedélyeik rabjai. Szabadítsd meg őket. Könyörgünk a krónikus betegekért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik biztosítják számunkra az életet, a mindennapokat. Imádkozunk tanárokért, a diákokért. Könyörgünk, Urunk, városunk minden polgáráért, országunk és városunk vezetőiért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldásvétel előtt hadd szóljak néhány szót még azokról a lehetőségekről, ahogyan virtuális térben is találkozhatunk. Kérem, hogy keressék, akik tudják, gyülekezetünk honlapját, ahol megtalálható a Pomász TV-nek a műsorrendje is, ennek az adásnak majd az időpontja. Szerdánként 6 órától egy videokonferenciás bibliaórát tartunk, vasárnaponként 10:30-tól pedig ugyancsak a honlapunkon található elérési oldalon élő igehirdetést hallgathatunk. Egyben hadd kérjem, hogyha valakinek
lelki tanácsra, vigasztalásra, bátorításra van szüksége, hívja fel telefonunkat, és azok is szólhatnak, akiknek szükségük van élelemben, oktatási anyagban, esetleg eszközben, szerény körülményeinkkel és lehetőségeinkkel próbáljuk őket segíteni. Az Isten vékessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, az Úr legyen, ami őrizünk.